Sziasztok, ez itt a Hunyadi Hétfő legjobb epizódja, aminek a nagy kérdés az lesz, hogy meg tudom-e inni ezt a teát anélkül, hogy ráborítanám a billentyűzetre, a mikrofonra, vagy pedig a számítógépre. Na, én azt mondom, hogy talán, de kezdjünk is neki magának a játéknak. Amúgy én nézegettem egy kicsit a térképet, és azt szeretem nagyon az EU4-ben, hogy így tényleg úgy van megcsinálva az egész, hogy olyan irányban halad, ahogy a valóságban is. Jó, most felejtsük el ezt, hogy Magyarország nagy. Nem, úgy általában beszélek itt a dolgokról. Tehát, hogy ugye kezdődnek a kis államokból, és szépen a végére kialakulnak ilyen nagy birodalmak. Most, ha megnézitek, Európában már nagy birodalmak vannak. 1132, teljesen ott vagyunk. Kivéve persze a német-római birodalmat, de azon túl itt van egy hatalmas Oroszország, egy Magyarország, egy Franciaország, Marokkó, Nagy-Britannia, Svédország, és szépen itt szólnak a határok, Dánia, Nápoly, oszmánok, Tunézia, nagyjából ez minden, és a norvégok akár amúgy Izlandot is megalapíthatnak, nem tudom miért nem teszik, pedig tök vicces lenne. Na de, folytassuk is. Az volt ugye a kérdésem, hogy legyen-e Tunézia szövetségesünk, és arra jutottunk, hogy igazából miért ne. Hogyha esetleg bejelöljük azt, hogy csatlakozzanak be, majd az oszmánok ellen, de mi nem segítünk nekik a támadó háborúikban, csak akkor félek, hogy Marokkó ellen behívnának. Mert Marokkó biztos előbb-utóbb rá fog támadni Tunéziára, hiszen mégiscsak haverok, és Marokkónak van egy olyan szövetséges, egy Franciaország. Úgyhogy, hát lehet, hogy ezt most nem kéne erőltetni. Hogy merre haladjunk tovább? Ez egy jó kérdés. Itt van, hogy kikkel van most békénk. Lengyelország, Litvánia 42-ig, tehát 10 évig tart még a béke. Akkor most nyilván arra nem fogunk terjeszkedni. Brandenburg irányában nem. Azt is volt kérdés, hogy Ausztriának neki megyek-e. Nem szívesen. Nem szívesen, mert hogy minek terjeszkedjek erre, mikor itt azért nagyon epik háborúkat lehetne vívni. Lássuk be, az oroszok ellen. De azt mondanám most, hogy talán a következőnek meg kéne támadnunk az oszmánokat. Nem gondoljátok? Szerintem elég menő lenne. Vagy Velencét. Hogy miért Velencét? Azért, mert Velencénél van Kréta, és azt én Epirusnak akarom adni. Megvédenék őket a lovagok, nem érdekes, Lizs, nem érdekes, Nagy-Britannia, na az érdekes. Bár francia még besatlakoznának, szóval egy brit-francia háború akár még érdekes is lehetne. Jó, hogy nincsen rájuk semmi casus belling. Hát akkor szerzünk rájuk. Ezen nem újom. És akkor kérdés, hogy ugye az oszmánok ellen senki nem csatlakozik be, ezt már megnéztük az előbb. És még mindig azt hiszem félelmetesen nagy hadserege van az oszmánoknak. 112 000. És kétszer, sőt, két és félszer akkora a manpower pooljuk, mint nekünk. Úgyhogy kicsit rakjuk ezt még egyenre zárójelbe, ezt a dolgot. Nápoly esetleg, mint olyan, azt hiszem a vászoknak is az van, hogy igen, túlságosan ők a szövetségeseik. Ajaj, hát akkor mégiscsak Velence lesz. Szerezzünk rá valami casus bellit. És akkor megtámadhatjuk. Köszönöm azoknak, akik csatlakoztak egyébként a pénteki streamhez. És bocsánat még egyszer, hogy megint elszúrtam. Twitch-en akartam streamelni, nem jött össze. De aztán végül megoldottuk. Aki esetleg lemaradt, az vissza tudja nézni. Itt, igen, kiraktam videóban. És akkor legközelebb majd jöttök ti is. Esetleg Facebookon belájkolhatjátok a Bögre csatornát, a leírásban megvan a Facebook címünk, vagy a Facebook linkünk, mert akkor ott ugye kiírjuk, hogy lesz majd stream, és akkor be tudtok csatlakozni. Nagyon egyszerűen. Francia ország rávette a hollandokat, hogy... Mi? Provence-ot... Igen, Provence-ot rávette, hogy szövetségét szüntesse meg a hollandok ellen, a hollandokkal. Úgy érzem, hogy a franciák támadni fognak.
Jó, igazából már bejelöltnék, hogy nem akarunk az Offensive Warrockba csatlakozni, de... Mert hogy megvan a 80 trust, de igazából miért? Miért ne csatlakoznánk? Most Provence ellen kik a barátai Provence-nak? Senki. Jó, akkor értem a franciák ötletét. És most képzeljétek el, nem felejtettem elindítani az órát. Úgyhogy elég menőnek érzem magam, mert a stopper órát, úgyhogy pontosan fogom tudni mérni. Hahaha, tudtam én! Dismarsennel vannak szövetségben. Hát persze, hogy becsatlakozunk Dismarsen meg Hollandia ellen. De akkor érdekes módon nem Provence-ot támadták meg, hanem Hollandiát. Ez is valami. Jó, közben... Meghalt egy diplomatánk, vagyis itt egy tanácsadónk. Nemzeti Bank. Mindig aggódok, mikor megjelenik a Nemzeti Bank. Ezek nekem nem tetszenek, ezek a tanácsadók. Próbáljuk már újra. Ó, de nézzétek, tök jó eseményt kapunk. Kapunk, elvesztünk 5 inflációt, azt hiszem nincs sok inflációnk egyébként. Nincs is inflációnk, jó. Nyerünk egy stabilitás, nagyon király. Nyerünk rengeteg pénzt! Jó! És vagy Inflation Reduction, vagy pedig Interest per Annum, egyikre sincsen semmi szükségünk a világon. Mert az interest az így is, tehát az infláció így is csökken. Éves szinten. És... Kölcsön meg nem akarunk felvenni, úgyhogy... Hát legyen akkor az infláció. Nézzétek mennyi pénz! Mi vagyunk a leggazdagabbak. Nagyon király. De állnak még a szövetségeseink, igaz? Nem. Na. Hát hogy? Mi történt, Dánia? Mehetnénk északnak igazából. Ide is küldjünk már egy emberkét, hogy nézzen már szét, hogy mi újság, mert... Tudnánk klímet rakni Gotlandra. Sőt, Danzig miatt Bornholmra, Lundra, Gongére, vagy Göngére, Blackingre... Ezekre mind tudunk klímet rakni. És miért ne terjeszkednénk északnak? Már nincs meg Götlandnak. Gotlandnak volt egy... van egy ország, Gotland, ami nem létezik a játékkezdetekkor, de rendelkezik kórokkal. Vagy igen, kórokkal. És ugye ezek 150 év után eltűnnek ezek a kórok, és ez történt itt is. Tehát már Gotlandot nem tudnánk létrehozni. Pedig ide északra igazából egy olyan állam kéne. Mármint, hogy nem akarom magamnak elfoglalni, mert minek. Hanem létrehozni itt egy vazallust, akit tudunk etetni ezekkel a területekkel. Sajnos ez valószínűleg nem fog tudni megtörténni. Majd esetleg, hogyha elérjük a megfelelő szintet, a 22-eset, és tudunk vásárolni, vagyis tudunk létrehozni vazallus államokat. Jó, újabb térítés. Hát nem is tudom, Pinszk. Nobles Vorid. Hát a nobelök ilyenek, hogy voridolnak, és aztán persze elveszítik az a stabilitást, amit most nyertünk. Szarjanak sünt. És nem is tudjuk kiengesztelni őket, nagyszerű. Egyre jobb. Jött valami érdemes? Ó, Trade Efficiency 2. Az jó lesz. Jó lesz az űrge. Nekünk. Urbanizáció. Egy base tax Királyföldön. Ez egy kibékül a 200 dukátért. Jó. És igazából... Hát ezeknek adjunk monopóliumot, és akkor tudunk kérni érte diplópontot. Amire igazából szükségünk van, úgyhogy ja. Azt mondom, hogy adjunk nekik ezt, és kérünk ezt, és ott jön a Dismarsani sereg. Gyerek. Gyerek. Mit gondolsz te magadról? És... Ez mennyi lesz megvenni? 700, kicsit kevesebb, akkor még várunk egy picit. Na, jó, meg is gondolta magát. De akkor ezt hozzuk ide, mert mégiscsak... Velencének fogunk neki menni előbb-utóbb, úgy érzem. Plusz... Gyártsunk már le pár transporthajót. Méghozzá azért, mert hogy Cipruson nekünk, nem, Krétán, bizony partra kell szállnunk majd.
úgyhogy mindenképpen jó ötlet, hogyha lehet tudom 14-et, túl leszek 6-tal a Force Limiten, de míg a hadseregnél a Force Limit átlépése nagyon-nagyon súlyosan befolyásolja azt, hogy mennyibe kerül fenntartani a hadsereget magát, hogy exponenciálisan nő, addig ellenkező, illetve addig ez a flottára nem igaz, nagyon-nagyon picit kell csak fizetni pluszba ezért. Tele vagyunk ezzel. Tudunk valakit? Nem tudunk senkit. Jó, akkor... Mármint eltiporni. Akkor Pestre dobjunk egyet, meg Debrecenre. Így. Úgyhogy most várunk igazából. Vége? Nem, nincs vége, csak... Mi? A Palatinátus feladta a küzdelmet. És a diplópontból is túl sok lett, akkor viszont megvesszük ezt. Yearly Prestige. Tehát Prestige-et kapunk évente, plusz 0.5-öt, ami szuper. Na. Dánielre már is szereztünk egy pontot. Hát nem is tudom. Legyen Gotland. Gotland amúgy is olyan terület, ami mindenkinek kell. Tehát így mindenkinek. És megtámadhatjuk, mert hogy Dániát csak és kizárólag Norvégia védeni meg, ami vicc. De hogyha Brandenburgnak ígérünk területet, akkor ő is harcol velünk. És a dánok szerintem elég gyengék. Dánia, itt van. 31 ezer álló sereg és nincs manpowerjük. Úgyhogy én azt mondanám, hozzuk el ide ezt a két sereget, és akkor jó leszünk. Amúgy a franciák hogy tudják elveszíteni ezt a háborút? Mint... Ember. Közben megint a Dismarschen, megint sneak-el. Hát gyertek Sopronba, találkozunk. Ó, nem jönnek Sopronba, akkor találkozunk Grácsot. Grácsban, Grácsnál. Jön a fő holland sereg is, ez viszont némileg kellemetlen lehet. Jó, ez egy stack wipe. Sova megy? Lehet, hogy Karintiában is kapjuk el a másikat. Lehet, hogy háborúban állnak. Ja, ide jönnek, jó. Valószínűleg nem hozzánk, nem értünk. Na. Hát döntsd már el. Grácot választottad? Jó, nekem az tetszik, mert erdő. És nem hegyek, úgyhogy csak mínusz egyet kapunk. És képes voltál lehet... Megúszta. Nem baj, még jobb, farm. És csak a folyó átkerésért kell mínuszt fizetni. Sőt, az sincsen, nem volt folyó átkerés. Újabb stack wipe. Szívesen, Franciaország. Remélem értékeled a segítségemet. Na. Menjünk neki Dániának. Igazából nem látom, hogy miért lenne az jó nekünk, azon túl, hogy nyerünk egy háborút, amíg készen állunk arra, hogy betámadjuk a velenceieket. De végül is prestízs, meg nem tudom, pénzt szerzünk tőlük, valami ilyesmi a terv. Jó, hívjuk be Brandenburgot, és Brandenburg mit szeretne egyébként? Brandenburg szeretné Bornholmot. De szeretné ugyanakkor Sjællandot és Fint is, és nagyon-nagyon keresztül tudnánk vágni ezt az országot, Dániát, hogyha azt megadnánk Brandenburgnak, ami egyrészt vicces lenne, másrészt ronda. De Bornholmot végül is odaadhatjuk nekik, mert mi az nekünk. Mi úgyis valószínűleg itt ezt a részt kérnénk el magunknak. No, hát támadjuk meg. Most van rá lehetőség. Veszélyen valunk igazából. Nincs. Nincs itt mondjuk északon a... Igen, ez probléma. Ez valóban probléma. Nincs északon flottánk, és nem tudunk átmenni. Várj, mert még elkészül a flotta. Mert különben ugyan hadat üzenhetünk, de... max idáig jutunk. Tehát nem tudunk igazából elérni oda, ahol van a war goal. Jó, a pólómat már sikerült leinni, de csak egy picit. És remélhetőleg ennyi volt
így a teja ezekre a területekre jutott el maximum. És így meg is elégedett azzal, hogy ő nem akar a bilencsőtetembe bemenni. Itt van, nézzétek meg, lejött ide a rohadt holland flotta. Így viszont nem fogom tudni felküldeni az enyémeimet. Milyen a flotta? 10 nagy hajóból áll. Hát akkor biztos, hogy nem fog neki menni ott emberkedni. Mikor lesznek már megint jó arcok? Még mindjárt. Na jó, hazament a holland flotta. Verjük meg azt a sereget? Hát igazából megpróbálhatjuk kicsit segíteni a franciáknak, mert minél hamarabb végeznek a franciák a háborújukkal, annál hamarabb lesznek majd hajlandóak becsatlakozni Velence ellen. Na nézzük ez, hogy megy. Valóban van még egy ugyanekkora holland sereg itt délen. Remélem, hogy nem fog megérkezni ő is, hogyha látja, hogy csata van, de egyenlőre ez egész jól alakul. 118 disziplina a 100-zal szemben, az azért durva. Az durva meglátszik, és 9000 embert vesztettek, mi meg alig 4000-et. És nem is tud hova visszavonulni, úgyhogy ez kérem szépen biztos, hogy stack wipe lesz. Meg is van. Land leader manőver plusz 1 Ulászlónak. Jó, király. Visszajövünk nem sokára, Velence. Szabad ne feledd. Salt Crisis. Felesőző minusz 10. Oké. Whatever. És közben elkészültek a transportjaink nagy része. Úgyhogy akár északra is lehetne küldeni. Pénzket átállították. Jó. Emperor Consort. Vagy vesztünk 200 dukátot és 15 admin pontot és minusz egy unrest, vagy nem. És a nemet választom, mert hogy most nem kell igazából unrest. Ugyanis növelni akarjuk az abszolutizmus, nem tudom, emlékeztek-e még erre, de alapvetően ez a feladat. Illetve ez a célunk, hogy növeljük az abszolutizmust, és az úgy valósítható meg a legkönnyebben, hogyha leverjük a felkelőket, vagyis harsh treatmentet alkalmazunk rájuk. Podalézia? Mi? Mi a küldetésünk? Protector Venue Podlazi. Ja, itt van, tényleg. Jó, hát az még egy kicsit odébb lesz. Ezen a képernyőn meg nem is voltunk még ebben a kampányban. Van-e valami polícia, ami érdekel minket? Nem igazán. Ez hasznos, de így is már annyira királyok vagyunk. A hadseregünk annyira király, hogy teljesen fölösleges. Jó, ők mindjárt szeretnek majd minket. Morál. Oké. És... Ja igen, fel akartam küldeni északnak a hajókat. Na menjetek, srácok! És akkor szedjük szét a dánokat. Ez 14 ezredet tud átküldeni, de mivel nem kell mozognia, ez szerintem elég lesz. Tehát úgy értem, hogy nem kell mozognia, hogy ide beállok vele, és akkor felküldöm rá, azok leszállnak, a hajónak nem kell mennie sehova, megint felküldöm, megint leszállnak. Amint megérkezik oda a flottám, támadunk. És reméljük, hogy addig senki nem gondolja meg magát. Ausztria meggondolta magát, ezt nagyon szívesen látom, ezt a dolgot. Örülök neki. De valószínűleg nem fogjuk behírni, mert minek. Igen, szeretnék házasságot kötni. Itt zajlik egy csata, és kicsit aggódom, hogy azon nem fogunk tudni átjutni. Így a tengeren. Hol van a flottánk? Itt van. Mi lenne, hogyha kerülnénk kicsit? És úgy jönnénk ide. Hát ha akkor ki tudjuk cselezni a hollandokat, és hát ha addig nem pusztul el az a teljes hajóflottánk, mert most eszi eléggé az attrition-t. És minél tovább van a vizen, annál jobban, már 7,5. Ájjáj. Ez ugye havi szinten vonódik le. Én nagyon remélem, hogy meg fog érkezni a flottánk. Ha nem, hát az minimum kellemetlen. Mondja, Brandenburg is offering to rent us the army. De nem. Minek? Nem kell. Teljesen fölösleges. Jó, most háborúban vagyunk? Hát... Nagy ügy.
de sok pénzt vesztünk. Azért, mert itt Brandenburg láttam ott Mecklenburgra. Ha Brandenburg láttam ott Mecklenburgra, akkor nem fog ellenünk Dánia ellen, vagy hozzánk Dánia ellen csatlakozni. Ez szomorú. De hogy azt kezdtem el mondani. Hát, Brandenburg, mennyit ér nekünk? Végül is elveszthetjük a Glogaura a claimet, nincs rá szükségünk. 5 prestige, nem is kerül sokba. Hát simán be lehet vállalni. Jó, megérkezik a flottánk. Nem pusztult el a tengeri viharokban, nem verte szét a holland flotta. Nagyon jó. Akkor most nézzük. És Brandenburg így is becsatlakozik, hát akkor menjünk. Gotland, és tudunk egy másik klémet is rakni, akkor legyen... Hát ha Gotlandot elkérjük... Ja, hogy Stockholmot már nem tudjuk, mert hogy igen, nincs tengeri zóna, közös tengeri zóna, innen tudunk válogatni. Kalmár lenne a legjobb, ami ugye most nem fog megtörténni. Blacking. Annyira egyik sem. Nem lesz szép. Nem fog jól kinézni. Sehol sincs más valakinek krémje. Vagyis olyan országnak kóra, ami már nem létezik. Sajnos nincs. Hát jó. Velence ellen olyan lassan gyűlik. Base speed. Túl jó a spy detectionük. Nagyon jó a spy detectionük, meg a counter espionage-uk is nagyon jó. Ezért. Mert hogy most nem növekszik. Nagyon király. Örülök. Örülök ennek. Akkor viszont mindenképpen itt megyünk háborúba. És... Hát kérjük el Blackinget, meg még elkérjük Kalmárt, Ostergotlandot és Stockholmot. És akkor így létrehozunk egy ilyen területet, jó? Jó, nagyon király. A flotta nem sokára készen áll a harcra, de akkor már akár fel is upgrade-elhetjük. És támadjunk, azt mondom. Mielőtt Brandenburg meggondolja magát. És majd ráérünk csatlakozni a harcokba, amikor majd kész a hajó flottánk. Ide tudunk jönni most? Nem. De hogyha kérek hozzáférést... Hát, nem is tudom, nem szívesen kérek igazából senkitől. Ide tudunk menni, akkor tőlük nem kell. Jó, Lübecktől kell csak hozzáférés. Lübeck! Kedves barátom! Ja, hát tudtam én, hogy rád lehet számítani. Menjünk gyorsan. És jön a másik is. Gyakorlatilag 42 ezer főnk lesz így itt, ami bőven elég. És talán meg is vehetjük az új tekeket. Erről hajlamos vagyok mindig nagyon gyorsan elfeledkezni, de megvehetjük, és meg is vettük, és jobb lesz egy kicsit a gyalogságunk. Amit nem félek most felfeleszteni, bár leesett a felére a morál, de szerintem vissza fog érni még időben. Remélem, hogy vissza fog érni időben. Álljunk csak meg ide. Véget ért a háború szerintem. Igen. Hollandia átadja Brabantot és Hentet. És 780 aranyat fizet, amiből 61 aranyat kapunk. Ah, megérte az a két csata. Mondjuk biztos, hogy többet veszítettünk vele, de... Megérte, azt mondom. Na, király. Most akár be is hívhatnánk a franciákat. Annyira nem vagyok érdekelt a dologban. Meg most várom, hogy visszatöltődjön a morál. És akkor neki mehetünk a dánoknak. Közben hogy áll a flottánk? Hát nem a legjobban. A dánokat még az ág is húzza. Igen, közben jönnek a brandenburgiak. Ők meg menekülnek. Hát azt mondjuk megértem. Jó, ostromoljuk meg Coldingot.
és minden király lesz. Brandenburg birtokolja ezt a területet, ami azt jelenti, hogy most már fogunk tudni majd közlekedni. Probléma nélkül egyik oldalról a másikra, plusz ezt a sereget nem fogják tudni hazahozni. Úgyhogy amikor majd megtámadjuk Gotlandot, akkor ők nem tudnak mit csinálni vele igazából. Ez az ostromgáj. Jó, te gyere ki ide. Most már eleget javítottalak. És gyere át ide. Igen, szeretném, hogy kettőben menjenek át. Látjátok, ez a háború is elég könnyen alakul. Nem számítottam különös ellenállásra a dánoktól, és ez így is lett. Hogy még a dánok mehetnek most. Mert hogy még nem folyamatosan a dánoknál lázadók vannak. Szóval ahhoz, hogy le tudjuk zárni, blokkolni tudjuk az átjárókat, az átkelő helyeket, ahhoz az kell, hogy legalább az egyik oldalon mi irányítsuk. Tehát, hogy mi foglaljuk el az egyik oldalon a területet. Azt a rohadt 4-2 az 5.4 ellen. És az már ismert. És már az ismert többi dolog. A disziplína, meg ilyesmi. Hát kérem szépen, ez egy gyönyörű stack wipe volt. Ennyi volt igazából a dán sereg. És ahhoz, hogy ezt blokkád alá tudjuk venni, az ide kell állnunk. Fint elfoglaltuk. Jó, akkor jöhet a többi. Remélem a dánok gazdagok, bár valami azt sugja, hogy nem. Winter Siege, ez mennyi az, hogy takes. Nem sietünk sehova. Nem sietünk sehova. Lolland. Nordirland. Jó, megvannak ezek szépen. Szépen nyerjük a területeket. Ó, nem. Na most, Brandenburg, hogyha szeretnéd Bornholmot, akkor én elfoglalnám ma. Tehát, hogy így, akkor foglald el, mert különben nem tudom neked majd átadni. És nem akarok én oda menni és manuálisan elfoglalni. Ha egy mód van rá. Meghalt az újabb tábornokunk, akkor szerzünk egy másikat. Aki egész jó, de sajnos nem tud ostromolni. Megvan Gotland, ostroma, azaz megvan a war score, vagyis a war goal, úgyhogy átmehetünk, és... nem is így. Inkább úgy, hogy... Szóval átmehetünk, és szépen elfoglalkodhatjuk ezeket a területeket is. Inkább úgy, hogy 14-et tud vinni, jó, akkor itt van két ember. Ti maradtok egyelőre, és ti jöttök át Stockholmba, és foglaljátok el. Csatlakozzatok az ostromhoz. Jó, megvan Sjelland ostroma. Nagyon király. Itt lesz egy izgalmas csata, de valószínűleg nyerünk. És az itt maradtakat pedig szeretném, hogy Bornholmba vigyük, mert szerintem a gép nem lesz olyan okos, hogy oda vigye az embereit. Úgyhogy nekünk kell majd tennünk az ügy érdekében. Amúgy most jelen állás szerint mit adnád át? Tegyük fel, hogy én ezeket akarom. Ez mindenkinek nem tetszik. Jó, akkor ezeket. Ez már csak a svédek az, aki problémai neki nem tetszik. Tegyük fel, hogy nem kell Blacking, mert nem kell Blacking. Svédek nevén mindig nem. Nem az igazi ez a békekérés, és amúgy nem is mennének bele a dánok. Gondolom azért, mert ezt az erődöt nem foglaltam el. De ne aggódjatok, ami késik, nem múlik. Mert már megyünk is. Most nekünk kell majd leverni a lázadókat, de... Istenem. Mehetünk már? Na, végre. És át fogjuk adni Bornholmot Brandenburgnak. És még lehet, hogy Sjellandot is, bár iszonyat osmányul fog kinézni onnantól kezdve. A Dánia. De hát ez nem szépségverseny végül is.
Na, de ezzel igazából véget is ért a mai részünk. Látjátok, milyen pontos vagyok? Majdnem pontosan 30 percig tartott. Köszönöm, hogy itt voltatok. Írjátok meg kommentben, hogyha van valami hozzáfűzni valótok a részhez. Így is, eddig is nagyon nagyra értékeltem a kommentjeiteket, mert tök jókat mondtok, és szeretném, hogy ezután is kommunikáljunk így egymással. És nem sokára újra találkozunk. Sziasztok!